őt kell felállom most fel. Köszöntöm Schmidt Pál elnök urat, külön köszöntöm Krisztiánt, akinek jó voltából létrejöttet az a mai alkalom és az a mai esemény. Természetesen köszöntöm elnök urat, Ladás Sándort, aki megtisztelte a mai napot, hogy eljött, és hát nyilván köszöntöm önöket is. Köszönjük, hogy elfogadták a Magyar Olimpiai Bizottságnak a mai meghívását. Természetesen külön köszöntök mindenkit, aki ma eljött és itt van. Ahogy Krisztián is mondta, talán senki nem tudja pontosan, hogy miért vagyunk itt, miért vannak itt, de nekem nagyon sokat csengtek Ladás Sándor szavai a fejemben, ugyanis azt mondta, hogy egy edzés 20. percében még sportoló volt, és úszó, és versenyző, és a 21. percében pedig már nem. Én azt tudom mondani, hogy nekem ez a pillanat ez sokkal hosszabb ideig tartott, mégpedig azért, mert én nem vagyok egy feladós típus. És soha nem adtam fel, 2004 után talán sokan nem emlékeznek arra az időszakra, amikor a világon is a második helyről csúsztam vissza a 83. helyre, és 5 évig tartott az a folyamat, amíg ismételten felállhattam a dobogó legfelső fokára 2009-ben a római világbajnokságon. Aztán utána pedig volt egy nagyon szép 6 éves periódus az életemben, amikor is tényleg minden sikerült megnyerni, amit lehetett. De azért vagyunk ma itt, hogy hivatalosan bejelentsem önöknek, nektek, hogy mai nap a hivatalos pályafutásomat befejeztem. Szeretném mindenkinek megköszönni azt, hogy akik természetesen segítettek. Nyilván edzőimnek, természetesen Perjámosi Katalinnak, aki az első nevelőedző volt, Bárkány Gabriának, aki megtanított úszni. Nagyon sajnos kijelentem azt, hogy Széles Sándorban nem lehet itt köztünk, de nyilvánvalóan nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, Kovácsi Ferencnek, coachnak, aki itt van mellett, itt van ő is a lelátón, és nagyon sokat... dolgoztunk azon, hogy a legjobbak lehessünk. Köszönöm Balázsnak, aki szintén itt van köztünk, és végül, de nem utolsó sorban Nagy Józsefnek, aki talán az egyik legjobb edző, akivel valaha együtt tudtam dolgozni, és sajnos az eredményekben ez nem jött ki, de tényleg nagyon hálás vagyok neki, hogy a Riói Olimpia után elvállalta a felkészülésemet, és együtt tudtunk dolgozni. Természetesen köszönet jár edzőpartneremnek, Kristófnak, Csontos Kristófnak, aki a saját pályafutását feláldozva dolgozott velem, és készültünk, segítettem a mindennapos felkészülésemet. Egyesületeimnek, akik közül az Újpesti Torna Egyletet szeretném kiemelni, akinek 2012 óta vagyok tagja, és az otthont jelentő érzést tudta nekem megadni. Nyilvánvalóan nem szabad megfeledkeznem a csapatomról sem, akik az edzőimen túl, dietetikusokból, sportpszichológusokból, masszörökből álló csapat segítette a mindennapos munkámat. És nyilvánvalóan szeretném megköszönni a Magyar Olimpiai Bizottságnak, szeretném megköszönni Schmidt Pál elnök úrnak, akinek elnöki jelenléte volt az én pályafutásomnak a kezdetén, aztán Borkai elnök úr volt, most pedig Krisztián az, akivel gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyok. Szeretném megköszönni a Magyar Úszó Szövetségnek is, természetesen a belém fektetett áldozatos munkát, kitartást és bizalmat. És hát a végére maradt a legszűkebb, de egyben legfontosabb kör, ez pedig a családom, akik apukám, anyukám, akik ugyanúgy feláldozták az életüket, ha lehet így mondani, azért, hogy mi sportolók lehessünk. Anyukám, aki
az első reggeli eprőstől kezdve. Négy órakor kelt, hogy mikor ötkor kerünk, akkor ott legyen előttünk a reggeli, és mi elindulhassunk. A édesapám, aki a legnagyobb erőkkel szembe menve küzdött, és amikor más egyesületbe akartak minket átvenni egy más edzőhöz, akkor is kitartottunk Széles Sándor, Kovácsegyi Ferenc és Vírbás mellett, és végül mi győztünk, és ez beigazolódott legfőképpen Londonban. És hát természetesen testvérem, Gege, akivel szintén nap mint nap együtt dolgoztunk, és aki miatt remélhetőleg lesz gyúrta a medencében Tokiói, és remélhetőleg a Párizsi olimpián is. Megmondom őszintén, nagyon nehéz szavakban önteni azt, amit most érzek, talán az életem egyik legnehezebb pillanata most ez, hogy emekedőt itt állhatok, de be kellett látnom, hogy az a sok minden, ami engem hátráltatott az elmúlt jó néhány évben, azt én már nem tudom legyőzni, ahhoz már olyan dolgok kellettek volna, amire én azt mondtam, hogy nem. És korábban Gyurta Dániel 110%-os teljesítménye helyett 90% volt az a maximum teljesítmény, amit én el tudtam érni az elmúlt években, és ez nekem már nem volt elég. Nyilvánvalóan az eredmények is egyértelműen ezt mutatták, nagyon sok mindent mondtak rám, nagyon sok mindennel, nagyon sok jelzőt kaptam az elmúlt néhány esztendőben, de én, hogyha a saját lelkemben nézek, és hogyha az edzőim szemében nézek, akkor biztosan tudom azt állítani, hogy én minden nap a 100-110%-ot teljesítettem az edzéseken, mindig mindent beleadtam, még akkor is, amikor nem ment, abban az 5 évben is, 2004 után, amikor nem ment, és most is az elmúlt pár évben, amikor nem úgy sikerültek a versenyek. És eljött az a pillanat, amikor azt kellett mondanom, hogy köszönöm szépen, nekem ennyi elég, de az úszás továbbra is az életem része maradt, továbbra is minden nap fog úszni, de a versenyzést meg kellett válnom. Úgyhogy itt most a fiatal, ifjú tehetségekre nézek, akik miatt meg gyakorlatilag elsősorban itt vagyunk, akik remélhetőleg azt a múltat, amit a magyar úszósport, a magyar mellúszósport képvisel Székely Évenénitől kezdve, Vermes Albánon keresztül, Szabó József, Rózsa Norbert, Kovács Ágnes és jó magam képviseltünk, értünk el eredményeket, értük el a csúcsok csúcsát, remélhetőleg ezt ti fogjátok továbbvinni, úgyhogy mi most rátok nézzük, hiszen bennetek bízunk, hogy felkérnélek benneteket, hogy úszátok le velem azt az utolsó 50 métert, amit a sajtó előtt meg fogok tenni. Egy örömúszást szeretnék kérni tőletek, és ennek koordinálására felkérném Vladár Sándort, hogy indítson el bennünket, elmehetek, ha minden igaz, kapni fog egy sípot, és szeretnék benneteket megkérni, sétáljuk át szépen a túloldalra, és úszunk egy 50 méter mellett. Köszönöm.